Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Múzsát látják, a Kalocsai Televízió kulturális magazinját. A Petőfi 200 évforduló alkalmából a Kiskörös TV Kunszentmiklóson forgatott, ezt a kisfilmet láthatják a mai műsorunkban. Petőfi Sándor székárendásként látogatott el először Kunszentmiklósra 1842. októberében, ahol apja 1842 és 45 között bérelte a marha és juszéket évi 550 forintért. Petőfi ezek után gyakorta feltűnt a településen. A 1948-ban a Nemzeti Bizottság Petőfi Sándor emlékére állította ezt a fejszobrot, ami egyben a forradalom és szabadságharc centenáriumának is emléket állít. Kunszentmiklós nem akart kimaradni ebből az ünnepség sorozatból, már csak azért is, mert 1842-től 48-ig rendszeresen járt ide Petőfi Sándor, erről majd később beszélünk. Itt is természetesen állítottak Petőfi szobrot. Egybeesett azzal a történéssel, hogy a 45 után az országzászlókat leszerelték a helységekbe, és az országzászlónak a hatalmas nagy posztamense ott állt a városháza előtt, és nem tudtak vele mit kezdeni, elbontani nem akarták, és ezért, amikor megkapták a szoborbizottságtól ezt a nem tudjuk pontosan, hogy ki készítette szobrot, akkor úgy döntöttek a városháza vezetői, hogy föl fogják tenni erre a bizonyos posztamensre. Nagyon rosszul sikerült, megmondom úgy, ahogy van, arányaiban egy hatalmas posztamensre került ez a Petőfi szobor, de azért mindenki örült neki, és a márciusi megemlékezéseket ott tartottuk a szobor előtt. Aztán a későbbiekben megtörtént az, hogy az országzászlót vissza tudtuk tenni, miután a szovjetek kimentek. Petőfi szobornak kerestünk egy másik lehetőséget, és az itt kialakított parkban helyeztük el hőseinknek a szobrát. Ilyen itt mellette a Kunvitéznek a szobra, vagy pedig a Virág Gedeonnak a szobra, és itt egy 1848-as megemlékező hely jött létre ezáltal, és itt koszorúzunk március 15-én. Egy újabb olyan helyszínen vagyunk Kunszentmiklóson, ami Petőfi Sándor életéhez kapcsolódik, ez pedig az iskola épülete. Mi volt itt eredetileg? A legenda szerint ezen a helyen állt a kávéház, ahol a tábla szerint Petőfi Sándor vidám órákat töltött. Ez az egyik kapcsolódási pont a költővel. Több kapcsolódási pont is van, ilyen például Bankos Károly barátja, akihez rendszeresen járt. És azt gondolom, nem is Petőfiről beszélnénk, hogyha nem említenénk meg a szerelmét. Nálunk is volt egy szerelme Baki Krisztina személyében, akihez megemlékezett egy versében is, említi a Búcsú Kunszentmiklóstól című versben. Mit jelölnek a falon lévő képek? Ezek a képek Honti László művésztanár úr képei, ezzel emlékezik a költő Kunszentmiklóson töltött idejére. Kunszentmiklós a Felső Kiskunság szellemi központja. A mögöttünk látható épület hogy kapcsolódik Petőfihez? Valóban Kunszentmiklóson valószínűleg 370 esztendővel ezelőtt alapították a reformátusok a gimnáziumot, ami aztán a környékbeli kun településeknek lett a szellemi központja. Ami mögöttünk van épület, az jelenleg lelkészi hivatal, református lelkészi hivatal, ám 1802-ben, amikor megépült, a gimnázium épületének építették, és itt tanultak a diákok. Hogy hogyan kapcsolódik Petőfihez, ez pedig azért van, mert
A Petőfinek nagyon sok rajongója volt a diákok között. Itt retorikai osztály volt, kifejezetten tanulták a szónoklattant, az irodalmat, és mikor megtudták, hogy Petőfi ezen a környéken jár, és a húsvágó ember az a Petőfinek az öccse, ezért Petőfi sokat jött ide, és bizony nagyon sokszor igyekeztek a közelébe kerülni a híres embernek, aki akkor már ugye megírta a János Vitézt, országosan ismert volt, költő volt, és nagyon vágyták a társaságát. Innen, ebből a gimnáziumból 1845-ben nyári időszakban, azt hiszem júniusban történt az, hogy Petőfi lejött a barátaihoz látogatóba ide, és a hátunk mögött lévő nagy vendéglőbe egy barátságos lakomára hívták meg Petőfi Sándort, aki ezt nagy örömmel elvállalta. Megtudták ezt a gimnazisták, többek között először is a gimnázium igazgatója, őt Kelemen Gergely professzornak hívták, és hát a diákjait a magyar nyelvre, a szónoklatra, a szép beszédre tanította, verstant nagyon fontosnak tartotta, és elhatározták, hogy meglepik az ünneplő, lakomázó Petőfi Sándorékat és barátaikat a nagy vendéglőbe, és innen szép rendben este, amikor már úgy sötétedett, akkor fáklyát gyújtottak, és az osztály szépen rendben elindult, és a Kelemen Gergely igazgató úrnak a vezetésével átmentek oda, és fáklyás felköszöntést tartottak Petőfi Sándornak. A református lelkészi hivatallal szemben pedig az a református templom található, mely az 1838-as nagy árvíz ellenére is megmaradt. Az árvíz sok mindent elpusztított, többek között Petrovics István házát és birtokát is. Kunszent Miklóson csak úgy, mint a legtöbb településen, a városközpontban helyezkednek el olyan épületek, mint például itt a tanácsháza, a templom vagy a kocsma épülete. Ezek mind egy helyen vannak. Kunszent Miklóson a mögöttünk látható épület milyen szerepet töltött be? Ezt nagy vendéglőnek hívták már a 18. században is, és ugyanez az épület volt ugyanezen a helyen. Tehát természetes, hogy a város központjában volt, hiszen a társadalmi élet itt zajlott. A juhászok bejöttek ide, a cigányok zenéltek, a vándorok bejöttek, kereskedtek, tehát mindenképpen egy központban lévő kocsma az komoly szerepet töltött be a társadalomban. Feltételezem, hogy Petőfinek köze volt ehhez az épülethez. Igen, feltétlenül már gyerekkorában is, amikor még diák volt, és a Pestre vitte az apja tanítani, akkor is valószínűleg sokszor eljött ezen az úton, és feltétlenül, mivel lovaskocsival közlekedtek, minden csárdánál megálltak. Akkor nem a benzinkút volt a divat, hanem a csárdák. Itt Szabadszász és Kunszent Miklós között volt a Bösztöri csárda, vagy a Nyakvágó csárda, amiről ma még ejtünk szót, mert az is Petőfihez kötődik, de ehhez egészen biztos, hiszen itt a városközpontban Petrovics István megállhatott, hiszen vásárokra járt Kunszent Miklósra, állatokat vásárolt, és amikor Petőfi ment az iskolába mondjuk Pestre, vagy Aszódra, vagy később Selmecbányára, akkor feltétlenül itt ment el, és biztos, hogy betért, de erről nincsen dokumentum, mert nem volt annyira lényeges. Viszont 1842-ben, mikor először járt itt, mivel hogy az édesapja kibérelte a hátunk mögött lévő marhavágószéket és juhszéket, akkor attól kezdve Petőfi rendszeresen járt ide, és valljuk be, ez egy központi hely volt az életébe, hiszen a barátaival itt találkozott, itt itta meg a kávéját. Ez egy 42-t és 44, 45, 48-ba folyamatosan járt ide. Most úgy nézett ki akkor ez az épület, hogy itt az első része volt az ivó. Itt ittak a betyárok, itt ittak a juhászok, a marhahajcsárok és az utazók is. Városi értelmiségnek is volt egy helyisége, ezt már akkor kávéháznak hívták. Ez egy belső szoba, ennek az épületnek a hátsó épülete, és a pantallós emberek, az úri emberek, a diákok, akik nem akartak részt venni a folyamatosan jelenlévő bunyóban és kemény dolgokban, meg az üzletkötésekben, ők elmentek hátra, és ott töltötték
az idejüket és kortyolták el a kávéjukat. Nos, amikor Petőfi Sándor itt járt 45-ben a helyiek meghívására, Bankós Károly barátjának a meghívására, akkor is itt terveztek egy barátságos lakomát Petőfi tiszteletére, aki akkor már igen ismert embere volt az országnak, hiszen a János Vitézzel már nemzetközi hírnevet szerzett, és már ismerték, az újságokban szerepeltek a versei. Nagy öröm volt ez a kunszemiklósi barátoknak is, és nagy öröm volt ez az értelmiségnek, aki jelen volt ebben a városban a gimnázium miatt is. Sokan végeztek itt, de a diákoknak is, akik szónoklatot tanultak, versírást tanultak, verselést tanultak. Megtörtént itt ez a bizonyos barátságos lakoma. Na most a nagy lakoma az elkezdődött délbe a feljegyzések szerint. Ebédeltek, majd barátkoztak, tosztokat mondtak, jól érezték magukat. Állítólag itt volt a Baki Krisztina is, aki a szembe lévő házba lakott, és már egy hónappal ezelőtt megismerkedett Petőfivel. Ő volt a főjegyzőnek, Baki Ignácnak a lánya. Egy csinos, szép kis baba volt, hát mai szóval mondva egy csinos hölgy volt, Baki Krisztinának hívták, és majd a későbbi a Búcsú Kunszemiklóstól című versében, az utolsó verszakban róla is megemlékezik. Itt töltötték tehát azt a napot, és mikor beesteledett, akkor nem siettek hazafelé pillanatig sem, hanem viszont észrevették, hogy kívülről nagy fény támad. Ez a fény pedig azért volt, mert a gimnazisták jöttek, és úgy döntöttek, ha a Kelemen Gergely igazgató úr vezetésével, hogy meglátogatják ezt a társaságot, és Petőfit fáklyával köszöntik, elmondják a mondandójukat, köszöntésüket, bejöttek, és hát nagy öröm volt, hogy ott vannak a gimnazisták, ott van a nagy. Ezen a lakomán részt vett a város értelmisége, felnőttek, városvezetők, gazdag emberek, de bejöttek a szegény emberek is, akik nem tartoztak a városvezetés közé, tehát egy nagy, hatalmas, nagy ember vegyület jött itt össze, mindenféle emberi kasztból, hogy úgy mondjam. Nagyon nagy öröm volt ez. Egész este mulattak ezek után, és hajnal tájba mentek haza Bankós Károlynak a házába, ahol megszállt. Elindultunk a nagy vendéglőtől. Ezt az utat, ezt a 100 métert sokszor megtette Petőfi Sándor, hiszen a nagy vendéglő és a Bankós ház között, ahol megszállt, nagyon sokszor, évente többször megtették oda-vissza. Nagyon fontos volt, hogy ennek az útszakasznak a közepén, itt, ahol most itt megállunk, itt volt egy kicsike kis ház, náttetős, kis, alacsony kis ház. Ez volt az az épület, ahol a városi önkormányzat, nem, városi tanácsnak hívták még abban az időben, a városi tanácsnak állt a húsvágószékje. Marhavágószék volt és lyukszék. Na most ezt 1842-ben Petrovics István, aki abban az időben már Dunavecsén lakott és dolgozott, ő ezt kibérelte a Kunszentmiklós városi tanácstól 3 évre. Itt jön a fordulat, úgy gondolta, hogy Petrovics Sándor névre fogja ezt a helységet kibérelni, hát ha a Sándor majd kedvet kap, és itt lesz majd ő húsvágó ember, de hát erről szó sem volt, mert akkor már Sándor megérkezett és elmesélte otthon az édesapjának, édesanyjának, hogy ő neki bizony megjelent a verse, a borozó az Ateneumban, és hogy a pápai kollégiumban is megnyert egy pályázatot, egy verspályázatot, és ő úgy érzi, hogy most már ő költő lesz, és ebből meg is tud élni. Ezt elfogadta Petrovics István, és gyakorlati ember volt, tudta jó, hogy nem ő alkalmas, nem a Sándor alkalmas, hogy itt mentes mester legyen, hanem a István öcsi, aki 17 éves volt abba az időbe, elbírta a bárdot, le tudta már taglózni a marhát, és tökéletesen ismerte Csinyát, Binnyát a mesterségnek. Tehát ennek az épületnek a helyén volt az a kicsi ház, ahova aztán 3 évre idejött az István.
Petőfi Sándor Kunszent Miklósra való látogatásai alatt 1842 és 48 között rendszeresen szállt meg barátjánál. Petőfi milyen tevékenysége köthető ehhez a helyszínhez? Ez a porta volt, ahol Bankos Károly barátja lakott. Bankos Károly fülöpszállási származású fiú volt, az édesapja földmérő, és ezt a házat vásárolták meg, ez volt a családnak az otthona. Petőfi jó barátja volt már iskolás kora óta, és amikor idejött látogatóba, akkor gyakorta megszárt nála. Értelmes férfi volt mind a kettő, fiatal férfi volt, ebből kifejezően nagyon komoly barátokká váltak, és azt hiszem Bankos Károly volt az egyetlen olyan hibátlan barátja, akivel soha nem volt nézeteltérése, és mindenkor jó barátok maradtak. Ez egy nagyon ritka Petőfi életében, mert ő azért egy eléggé harsány fiú volt, hogy így fejezzem ki magamat. Ehhez köthető, ez az épülethez több olyan történet, amit az utódok meséltek el, Bankos Károlynak a lányai, amikor jöttek a Petőfi kutatók, hogy mit végzett Petőfi Kunszent Miklóson, akkor ők mesélték el például azt a történetet, hogy amikor a barátságos lakoma véget ért a nagy vendéglőbe, hajnaltájban, akkor ők eljöttek ide, le akartak feküdni, de aztán a Petőfi úgy gondolta, hogy ő ír egy verset, a Bankos meg ír egy történetet, hogy beküldje a pesti újságoknak a Petőfi sztorit a barátságos lakomáról, és hát hajnalban itt nekiálltak, Petőfi egy pillanat alatt megírta a Búcsú Kunszent Miklóshoz című verset, és ahogy elmondta Bankos Károly, egyetlen egy sort sem javított benne, pedig ez egy hosszú 8 verszakos vers. És amikor ő kész lett, akkor ő Bankos azzal a pársor tudósítással még sehol sem állt. Ez volt az egyik, tehát a helyszíne volt a Búcsú Kunszent Miklóstól című vers megírásának, de ugyanakkor itt írta meg azt a versét, hogy megy a juhász Szamáron, ami aztán Pesten kiverte a biztosítékot a kényes költők között, akik ugye a rózsaszín függönyös szobákba írták a verseiket. Ez viszont egy népi életkép volt, egy igazi népi zsánerkép volt, ahogy megy a juhász a Szamáron, leért a földig a lába, és akkor kérdezte tőle Petőfi, hogy hová vágtad kelmed azon a csodálatos szép paripán, akkor ő annyit mondott a juhász, hogy mögyök a rúzsámhó, mert beteg. Most ezt a történetet itt írta meg végül is, ezt is egy húzóra, egy lélegzetre, ez egy kisebb lélegzetű vers. Budapesten, mint említettem, Nagyportvérföld, de megjelent a magyar irodalomba a zsánerkép, a vidéki zsánerkép, ő volt az első. Utána 47-ben aztán ugye Arany János megírta a Toldit, és ezzel a két művel gyakorlatilag a zsánerkép, a vidéki zsánerkép végleg beköszönt a magyar irodalomba. Ej, ha volna ősz, elszállna már a gólya. Mennék én is már, ha még egy szóm nem volna. Kimondjam-e, vagy nem mondjam? Kimondom. Mit szóltok rá, mit nem szóltok? Mit nem szóltok? Semmi gondom. Amott virít Szent Miklósnak egy rózsája. Hely, csak soha ne is néztem volna rája, vagy ha már megbűvölt édes arculatja. Hadd lennék én, aki őtet leszakasztja. Miért pont a polgármesteri hivatal épületére helyezték ki ezt a táblát? 1848-ban Petőfi Sándor szeretett volna Kunszent Miklóson országgyűlési képviselő lenni, és itt mondott egy gyújtó beszédet. És ezen az ablakon szóltak ki az akkori városvezetők, nem igazán szerették volna, hogy Kunszent Miklós városában Petőfi induljon, mert hogy nem szerették volna egy forradalmi hangulatot. A tábla Kunszent Miklós város falán 1930-ban lett kitéve, az 1930-as évektől 1848-ig itt töltött Petőfi szép emlékére. És kicsit téveztem, 1845-öt írtak ki, de ez 1848-hoz szól inkább jobbára. Az 1900-es évek közepén Székelykereszt úr településsel testvérségi szerződést kötöttünk, ami arról híres, hogy Petőfi Sándor az utolsó estét ott töltötte a gyárfás kúriába, és onnan ment a csatába, és onnantól kezdve nincs hol semmiféle igazán információnk.
Kunszent Miklóson számos neves és gyönyörű épületet láthattunk eddig. Most a Bakéren átérve a bal parton a Virágkúriában vagyunk. Mit érdemes erről a helyről tudni, szintén gyönyörű és neves épület, és hogyan kapcsolódik Petőfihez? Kunszent Miklós a Bakérnek a jobb oldalán települt, de ez egy őskori település, tehát itt az avarokig tetszik visszavezetni a dolgokat, és a város szerkezet az kifejezetten a folyónak a jobb oldalára épült. Aztán 1820-ban történt, hogy az akkori főbíró, aki Virág Pálnak hívtak, átjött a folyón, itt volt egy fahíd, átjött, és hát itt voltak a szérüskertek, itt voltak a szántók, itt volt az ő birtoka is közvetlen a Bakér mellett. És egyszer itt megállt egy ilyen kis dombocskás területen, és arra gondolt, amire addig senki, hogy hát itt van a híd, a tanácsháza az gyakorlatilag 100 méterre van ide. Hát miért ne építhetne ő a saját birtokán egy gyönyörű szép kúriát? Nem kastélyt mond, mert a kastély itt a Kiskunságban nincsen, itt kúriák vannak, parasztkúriák vannak. Ő pedig egy módos parasztember volt, redemptus gazda, pénze megvolt hozzá, és megépítette itt a Bakér balpartján az első gyönyörű épületet. Mindenki csodájára járt ennek az épületnek, és akkor merült fel a tanács tagjai között, hogy akkor a Bakér túloldalán jelöljük ki az utakat, és a város ott folytatódjon tovább, mert a belváros már nagyon zsúfolt. Már nem lehet építkezni, nincsenek kertek. És így történt az, hogy ez lett 1820-ban az első épület, amit a saját családjának építettet. Népes családja volt, tehát volt 4 fiú, meg 3 leány. Úgyhogy kellettek a szobák, és így ezt az épületet úgy építette meg, hogy a családnak volt középen egy nagy komoly közösségi tere, és hát a fiúknak, lányoknak külön-külön kis szobájuk volt, mindenki csodájára járt. Ez az épület valóban egy paraszt klasszicista stílus, gyönyörű szép oszlopos tornácos, ahogy abban az időben csak a legmódosabbak tudtak ilyet építeni. Szerencsére a nagy árvíz nem vitte el, mert nagyszerű téglaépület volt. Hát Petőfi természetesen köthető ehhez a területhez, illetve ehhez a házhoz, hiszen a 4 fiú közül a Virág Pál abban az időben még gimnazista volt, és ő is részt vett Petőfi megtiszteltetésén. Másrészt ez a 4 fiú a értelmiségi ifjúsághoz tartozott, és hogyha Petőfi eljött, akkor természetesen ugye szóba került a költészet, a zene és a barátkozás. Tehát mindenképpen ez egy alkalmas hely volt arra, hogy a Petőfit meghívhatták, és itt ilyen beszélgetéseket folytathattak a Virág Pálnak az otthonában. Tehát ebből tulajdonképpen csak egy visszaemlékezés van, az egyik Virág leánynak a leszármazottjai, Bónis Vilma nevezetű hölgy mesélte, hogy itt bizony Petőfi Sándor is megfordult, ezért akár kitehetnénk egy táblát is, hogy itt is járt Petőfi Sándor. Azzal együtt mi nem ezt tartjuk a legfontosabb Petőfi emlékhelyeknek, hanem a többi helyszínt, ahol már jártunk a mai napon. Különösen érdekes Petőfi emlékezet helyé teszi Kunszent Miklóst Székely Gábor Attila helytörténész Petőfi kultusz gyűjteménye, mely több mint 3 évtizedes munkaeredményeként jött létre. Mikor kezdődött a költő iránti kötődés és hogyan? Együtt jubilálok most Petőfivel, ő 200 éves, én pedig vagyok 75, tehát ez szinte napra megegyezik a dolog. Abban azért egy picit módosítanék, hogy ez a 30 év, amióta gyűjtöm ezt a gyűjteményt, ez tulajdonképpen 50, mert a gyakorlatilag 25-26 éves koromban már elkezdtem a szakirodalmat gyűjteni, érdekelt Petőfi. Hogyha még mélyebbre megyünk a múltba, akkor 7 éves koromban nagymama Fülöpszállásról átvitt Kiskörösre, és ott láttam, hogy sok-sok ember ott áll, és virágokat visznek egy házhoz, ott lerakják, meg énekelnek, és kérdezem a nagymamát, hogy mi volt ez itt, mit csinálnak itt az emberek, és azt mondja, hogy itt született egy nagy költő, a Petőfi. És akkor eszembe jutott, hogy
A Fülöp Szászon a nagyanyáméknál három könyv volt az ablakba helyezve. Az egyik az a kalendárium, a másik volt a Biblia, és volt a Petőfi kötet, ez a három. És én arra jöttem rá, hogy Fülöp Szálláson az idős embereknél ez gyakori. Tehát ez a Szent Hármasság a könyvben, ez ott volt. Tehát ezt olvasták. És akkor én is beleolvastam, ebben nagyon jó volt, esti olvasmányként egy-egy verset elolvastam, és jól elaludtam tőle, így kezdődött. Aztán a gimnáziumban itt Kunszent Miklóson bővültek az ismeretek, ugyanis, hát ugye Kunszent Miklóson hatalmas nagy kultusza volt Petőfinek, aki, mint már említettem, 1842-től 48-ig járt ide Bankos Károly barátjához és az egyéb barátaihoz. A gimnazistákkal nagyon jó kapcsolatot ápolt, a gimnázium tanáraival igen jó kapcsolatot ápolt. Boldog napokat töltött el itt Kunszent Miklóson. Annyiban különbözöm egyébként a kiskörösi gyűjteménytől, hogy ők nagyjából azért mégiscsak 1980 után kezdtek gyűjteni, amikor a Petőfi Társaság leköltözött Kiskörösre, és kiteljesedett a kiskörösi Petőfi kultusz. Az én gyűjteményem nagyjából a 19. századra tehető, úgy 60%-ba vagy 70%, és így nagyszerűen kiegészítjük magunkat, egymást a kiskörösi gyűjteménye. Ez egy antik gyűjtemény jobbára, az övéké pedig hát inkább a kortárs gyűjtemény. Milyen tematika alapján épül fel a gyűjtemény? Egy 12 kötetes könyvet tervezek, már ez a fejemben megvan. Az első kötetben például csak és kizárólag az olajfestményeket tenném, annak a keletkezéséről, a szerzőjéről, valamint egy Petőfi verssel kiegészítve. Egyik oldalon a Petőfi kép, a másik oldalon pedig a képhez tartozó történet. Nem csak az a történet, hogy én hogy jutottam hozzá, mert az egy dolog, de annak is megvan, mert minden képnek, minden szobornak megvan a története. Az egyik az az Ernst Lajos gyűjteményből való, a másik az a Dunavecsei Vasberényi Géza gyűjteményből való, de különböző gyűjteményekből kerültek elő. Petőfi Sándor halálának 50. évétől Kunszent Miklós is a nemzeti jelképnek kijáró tisztelettel emlékezik meg a költőről. Pusztán születtem. Pusztán születtem, a pusztán lakom. Nincs födeles, kéményes hajlokom, de van cserenyém, van jó paripám. Csikós vagyok az alföldi rónán. Szőrén szoktam megülni a lovat, ha ide vagy oda útam akad. Nem szükséges a nyereg a hátán. Csikós vagyok az alföldi rónán. Gyócsagatyám, patyolat az ingem. Nem vettem, a rózsám varta ingyen. Hely, ma holnap az én piros rózsám, csikósné lesz az alföldi rónán. Együttműködő partnerünk a Bács-Kiskun megyei önkormányzat. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak, viszontlátásra!